összefoglalom akkor a mi újságot. Előző körbe... Jó. Aztán majd kedvenc Gunslingerünk meg majd megvágja. Luca végül jössz játszani, vagy csak hallgatólagosan lesz? Szerintem csak hallgatólagosan. Oké, és ezt azért kérdezem, hogy technikailag akkor te dolgodat is akkor elmondjuk. Nagyon jó, rendítsek. Akkor előző részünkből elkezdtetek nyomozgatni a robbantgató után. Eljutottatok a városnak egy olyan ilyen kikötő részéhez, ahol nem is kikötő, inkább ilyen raktár részéhez, bocsánat, mert kikötő része az nehezen van, mint a folyó az egész, hogy egy raktár részéhez, ahol találkoztatok különböző fazonokkal, akik információt adtak nektek a a robbantós kollégánkról. Nem mondom, hogy is hívták már, most már én is. Somalizériuszról, így van. És ekkor balhéba bocsájtkoztató két ork-al, akik magukat Durran testvéreknek hívták. Hárman vannak, de csak ketten durrangattak. Senki nem ismerte őket, pedig azt mondják, hogy híresek. Hát nem sikerült még hírnévre szert tenni. Az egyik őjük egy késsel, vagy egy ilyen öklözővel Donovan Black barátunkat megbökte, és furcsa rosszul lét kezdett el kijönni drága barátunkon, amiből kiderült, hogy egy különleges méreg, egy különleges fa, aminek különleges mérge van, és ennek kezdtetek el utána járni, elsődlegesen, majd Putisarki meg is találta ezt a rejtek helyet, ugyanis követte azt az illetőt, akitől a Durran testvérek kapják úgymond az, hát az alapanyagot, vagy magát a mérget, ezt még pontosan nem tudjátok, de hogy magát azt a szert, amit ők felhasználtak. Ezt követtétek, és eljutottatok egy ilyen barlangrendszer szerűségbe, ahol különböző érdekes indák és növény lények, tehát lesik konkrétan, találhatók. Na, teszem a kamerát ide, mert ez így flashebb, hogyha nektek beszélek. És lényegében az első szinten egy pár denevérrel összefutottatok, hatalmas jelenet, ahogy berobban. Hát, az nagyon tetszik még mindig. Visszanéztem. És egy szinten lentébre ereszkedtetek egy ilyen gyökér indák között lévő ilyen üregben, és közvetlenül jobbra találkoztatok pár lesivel, akik hát megpróbált Putri Sarki leszúrni, vagy csak közelem menni, ezt igazából nem tudjuk meg sose, mert nem jutottunk odáig, de ők ezt támadásnak vélték, és harcba bocsátkozott velük a kis csapatunk, majd ezen győzelem után zártuk a kampányunkat. És akkor, mivel Donovan nincs itt, és vár még annyi, hogy délről hallottunk valakit kiabál, hogy itt van. Nem, egy szinten fentébb, így van. Az első emelet, tehát úgymond az első szinten, ahogy lejöttetek a barlangba, ott délen hallottátok a kiabálást, igen, délre, így van. És ők meg azt mondták, hogy kiszabadult a... Így van, biztos kiszabadult, erről kezdtek el beszélni. És itt hagytuk abba a dolgot. Fenntartom a jogot, hogy egy kicsit módosítani fogok bizonyos dolgokon, hogy most hárman vagytok, de így is haladni fog a történetünk előrefele. Ezután a, hát, lényegében csihi-puhi után
azt veszitek észre, mivel Donovant is megszúrták, hogy az állapota kezd új rosszabbodni, és így leül egy kicsit a földre, hogy hát elfáradtam, majd megyek utánatok, és hát azt látjátok, hogy nem is fehéredik, hanem zöldül egy picit már. Egy picit már zöldül. Úgyhogy ő így leül, és mondta, hogy egy picit így itt maradna, és megpróbálna erőt gyűjteni magán, és majd utánatok megy itt a szinten. Én legugolnék, én is ránézik az arcára, majd rá pucsisak ki, hogy kezd be hasonlítani. A füle még nem kezdett el hegyesedni, de azért a hasonlóság az már megvan. Hogy ez ugyanaz lesz, vagy teljesen más? Elgondolkodó, hogy még egy alakváltó. Várjét. Elkezdenék goblinul beszélni, hát ha érti. Fogalmas sincs, hogy miről beszélsz. Ez nem ugyanaz, jó? Okay. Fogalmas sincs, így néz rád, és így... Én szarú vagyok, Jani, szadjál már. Lábba regetem, és majd is szövünk érted. Jó. Nem látunk, ugye? Tehát itt nem volt olyan... Más nem volt itt, égnek a lámpák. Akkor leírom a törzszobát. Mivel M is látja, hogy Donovan mennyire vacakú van, és azért ő járatosabb a természet gyógymódjaiban, ezért felajánlja, hogy itt marad vele, és vigyáz rá addig, amíg a többiek utána néznek, hogy hát, hogyha megtalálják a méregkészítőt, vagy az ellátót. Vagy a fát. Vagy a fát. Így van. És addig vigyáz rá. Természetesen, hogyha ember akar csatlakozni menet közben, akkor bármikor szívesen várjuk. I like it. Na, a teremben, ahogy itt vagytok, a gyökerek lényegében körbefonják az egész teret, olyan, mintha egy nagy hatalmas fának a törzsébe lennétek, amik gyökerekből épülne fel, és különböző világító testek vannak, amikben nem tűz lobog, hanem olyan, mintha ilyen minek mondják azt a fanedve, a ember, mint az ilyen embert-szerűség, nem vitt eszembe most magyarul. Borostyán. Köszönöm. Egy ilyen borostyán-szerű anyag így világítana, és az árasztaná a fényt lényegében, hogy a szobát betöltse. A szobában délre láttok egy lépcsőt lefele, majd ha egy picit jobban szétnéztek, akkor bal oldalt láttok egy nagyon keskeny folyosót, illetve jobb oldalt egy tágasabb teret, ahonnan ti is érkeztetek. Tehát egy lépcső lefele, és bal oldalt, jobb oldalt egy-egy kisebb folyosó. Mit csinál a csapatunk? De ezt a nézét kéne megnézni, ezt a mit van. Errefele. Én nekem ott látok valami folyósót, az érdekelne. Az egész helyet belengi egy ilyen furcsa, dohosabb levegő, ahogy így mozogsz így ebbe az irányba. Kicsit arra emlékeztet, mint a Junkyard a roncs telepen a végén, ja, te nem voltál ott, de mivel te helyi vagy, ezért tudod, mint a roncs telepen, ahova a gombák beették magukat. Egy picit olyan füllet, dohos, ilyen párás levegő van, az a nem kellemes, de azért érezhető, tehát lélegezhető. Egyesével át tudtok menni, kicsit szűk, tehát aki például teljes, tehát kemény vértben van, ami nem hajlik, az természetesen az nem fér át. Vagy le kell venni. Akkor sajta több? Hát itt igazából nem a magassága a probléma, barátom, hanem a szélesség. Okay. Akkor úgy is, aki esetleg átmenni elsőnek, és akkor utána mennem. Persze. Várjál, még veszem! Még 5 perc, még veszem! Itt lehet, hogy körbe is ér, és akkor tök feleslegesen. Mindjárt nézem. Akkor megyek arra. Mi már eljött a palazó.
Itt átférek, nem? Tehát, átférsz, te elég könnyedszerrel átférsz. Tehát szép ahogy... lassan megyek előre, és látom, hogy ez egy terem. Így van, ez egy nagyobb terem. Itt ez a fal szakasz, amit látsz, az egy boltív, csak nem jól sikerült a megrajzolása. Tehát lényegében így átlátsz alatta. Igen, tehát ez alatt így átlátsz, és át is tudsz menni, ahogy így észreveszed. Ja, akkor ilyen... én mondom, hogy ez a másik helyre visz, tehát hogy nyugodtan menjetek a másik úton, mert valószínűleg ugyanoda. Hát ne, igen, ugyanoda kerülünk, csak egy hosszabb kerülővel jöttök oda. Aha. Gyertek le délfele. Tudni nem lesz hát, semmilyen. Hát figyelj, azt látom, hogy át lehet menni, és most nem látok semmit, de lopakodó módba kapcsolom, biztos, ami biztos. Mert errefele lopakodni fogok itt az ajtó, a boltív köré. Aztán majd kilesek a boltívvel, hogy van előtt várni. Na ez most publikba ment, vagy? Privátba ment. Megpróbálsz lopakodni, majd a szagok hatására az egy, jött egy friss fuvallat, egy levegő, és így hát, és egy hatalmasat hűszentesz, hogy szívek az egészet. Hát gyorsan vissza. És így Dordon hallja, hogy hoppá, valami nem stíme. Gyorsan visszafutok innen akkor, tehát, ha még már nem tudom akciózni. Vissza tudsz futni, hallasz mozgolódást, de nem olyan gyorsan, mint ahogy ne tudnál esetleg elmozdulni, és így előrébb megy egy fazon. Ismerős lehet neked, meg a többieknek is. Ez is valami lesi, nem? Igen. Ez egy ilyen gomba lesi, és ez hasonló, mint ami a Junkyardon is fellelhető. Ismered a fajtáját. Tehát valószínűleg itt is honosak, a barlangokban. Tehát ők szeretik átalakítani a környezetüket, és ezt az illatot, ezt ők árasztják. Jó, hát figyelj, gyorsan visszafutok akkor ott a kis járatomon. Jó, meg ha tudod csinálni. Leveszed a pomsz. Ja, szólja. És akkor visszafutok, és mondom, hogy mi van ott lent. Tehát mondom a többieknek, hogy hát azért nem üres a járat. Leteszteltem, és vannak ott ilyen gombalények azért. Dordom meg, nagy nyugodtan, megy tovább. Én már nem vagyok a telefonon. Ja, már elindult? Igen. Igen, már nagyon messze vagyok. Jó, akkor futok utána, tehát megpróbálom beállítani. Közben kiabálsz. És... Ha már itt... Időkérés. Időkérés, mondjad. Mondjad, Uca. Ja, jövök akkor, tehát hogyha már itt vagyok. Jaj, ja, nem, nyugodt, tehát... Nem. Ahogy... Ha van kedved. Oké, tehát... Ahogy elfutunk, hogy tudok ilyen Donovannak, hogy ha egy fejét át, ne menj felé. Fényt vagy fényt! Jánis, fényt vagy fényt! Nem hallom rendesen! Már nem megyek visszaszólni neki még egyszer. Tehát ahogy így... Dordon is szépen lassan így araszolgat, így előrefele. Meglátod te is a lesit. A lesi is meglát téged, és így... És így rád néz, és akkor így megindul feléd. Na, ki mit csinál? Akkor én mennék visszafele. Mi mennyit hallunk ebből? Oké, és mész visszafele, a lesi is, lesi meg így elindult így utána, és hallod, hogy mások is így... Mint a zombik, a brains! Brains! Ennyire halljuk. És akkor itt scoutolva mennék, vagy? Scoutolva is? Ugyanazt a falat látod, többiek jönnek veled szembe, te meg így Han Solo-san. Jönnek! Mi? Hol? Merre? Hányan? Ketten! De akkor igazából itt meg is várhatom őket. Hát jövünk akkor oda csak a... Nem érdemes, hogyha egy kicsit tovább jössz, és akkor csak egyesével tudnak ezen a járaton jönni. Az a másik járat. Az a másik járat. Rossz járatot nézek. Igen, a másik az a bal, tehát a keleti oldalon van. Ott, ahol ilyen szűkösen.
ott is elég szűk. Egymás mellett nagy szűkön fértek el, de... Lesik meg smallok, mi? Lesik meg smallok. De ugye az, ahol most a tokenek vannak, az is ő néz ki, mint egy ilyen egy másfél emberes. Kicsik az a baj. És a lesik úgy gondolják, hogy na, ők megesznek titeket. De... Akkor a scout miatt adni plusz egyet mindenkinek. Ahogy látom, hogy nem szent az a plusz egy messze műtőben. Az a 24 nem rossz. Az nem rossz. Jó, hogy megjöttél. Ha én is dobok, akkor initet. Hol van, mindig elfelejtem. Kéne lenni a... Hol az init? A dobókocka. A, vagy fent a... Portrétom tud dobni. Fönt. Persze. Nagyon nem látszik egyébként, mert fehér színű. De fönt ott a sorban a karakterek, és azért például hát, mint az a dobókocka. Mi? Hol? Merre? Hol? Mi? Hol? Az avatárodra, hogyha ráviszed fent a... Gombacsorban. Igen, igen. Ja, hogy úgy is lehet. Csak úgy is lehet, igen, igen. Zöld az arcod, ilyen világos, de nem látszik az ikon. Ez a jó. Zöld a Guild Wars. Hát ennyi. Na, a Lesi nagy lendületben van, ahogy téger így meglátott, és hát ő be akarja cupogtatni a utolsó törp falatokat is, amiket lát most így maga előtt. Azt mondja, a drag rule még nem működik, tehát a lépéseket... Nem mutatja. Igen, még nem fogja mutatni, sajnos. Majd, ha egyszer talán javítják, akkor frissítjük a dolgot. De még mindig nem jutottuk odáig. És azt mondja, akkor ez 35. Ő oda megy, és azt mondja, hogy ó, tetszel! Tetszel! És így megpróbál így megölelni, megharapni. És 20-szal... 20-szal pont sikerül. Hatalmasat belét darabol, felszakítja az alkarodat olyan helyen, ahol a vért egyáltalán nem volt rajtad. És hatot sebződsz. Majd meglátja, hogy többen is vannak mögötted, és így... mennyi fincsi húsika a legközelebbit. Kinézi magának, és így megpróbál egy ilyen zöldöt, trutymót köpni. 15-tel, Janis. Az volt, nem talál, 18-tel. Akkor reaktív strike. Range attackra van reaktív strike-od? Szerintem van. Aha. Aha, ott van. Okés. Át van nevezve az opportunity attack, mindig elfelejtem. Hadd menjen! Jó, persze, 62, tudod. 20-as, talál. Menjük, jó, a crit, akkor jó, működik. Vír. 16. Megfogod, és így a kalapács, hogy leütöd a gomba fejét, és így kilapul így a földön. Úgyhogy nem tartott sokáig. Hát ez nem! És még nem is lépett. Tessék? És Dordor meg nem is lépett. Hát na ez az. Na ez az. És akkor jön a másik barátja, aki... 15. 30. Aki látja, hogy milyen veszélyes vagy.
vesz egy nagy levegőt, és megpróbál téged ilyen spórákkal így, így... Nem, nem próbál meg. Nem próbál meg. Igen, tehát így tiszent egy hatalmasat ő is, és nem történik semmi. De nem adja fel, megpróbál még egyet. Ezt most csak azért, hogy érezzétek, hogy mennyire szar napja van most a gépnek. Érted? Kettőt így egymás után. És így és még mindig fulladozik tovább, aztán. Hát ez nem működik. Én egy knowledge roll-on gondolkodtam, hogy mire sebezhetőek. Hát a kalapácsot látod, nem bírják, tehát ez... Kalapácsa nem immuni. Jó, nature-rel kell dobnom? Nature-rel jó lesz, igen. Jéj! Határozottan látod, hogy a fémet nem bírják. Az ilyen kalapácsszerű dolgok ártanak a testüknek, tudod? De úgy még itt private legközelebb, igen. De nem baj, igen. Jó, hát ez volt a... Semmi baj, de az ötlet... Korpion ismerettük, lehetne belőle főzni nevest akkor. Mi van? Akkor crossbow-val belövök, az ugye most töltetnek számít. Igen. Ó, nice. 27-tel, kritikus. Csak legközelebb, hogyha targetolt ki, léci. De 27-tel kritikus. Semmi baj. De ez jól csinált? Jól csinált. Hát igen, volt egy kis problématikánk. A kritikára kellett kattintanod, arra kattintottál? Igen, meg kétszer 1d8, így van. Kritikára kattintottál, beleállítottad a crossbow-t, és így átlőtted így az egyik szemét, és így látod, hogy még. Elég nagyot sebződött, még életben van. Meg kell főzni. Jó. Van itt olyan környezet, tehát egy ilyen fedezékbevonulás, vagy ilyen, nem is ez? Nincs. Tehát, a barlangnak ezen szakaszánál a folyosó közepén vagy, vagyis folyosó egyharmadánál vagy, nem nagyon tudsz úgy fedezékbe vonulni. Maximum a falhoz oda tudsz egy kicsit úgy húzódni, hogy a köveket kihasználod, de az ilyen nagyon lesser covert ad neked. Tehát... Elég ahhoz, hogy automatikusan újra töltse a crossbow-t a cselekedet? Nem. Vagy, mert ugye van egy ilyen feat, hogy ugye, hogyha ilyen osongatni próbál, vagy ilyen covert, akkor közben tudok tölteni. Dob be! Keresem. Jó. Hol vannak a... Ez a crossbow ace. Ez az lesz. De szerintem kijelölöm targetnek, inkább az lesz a harmadik cselekedetem, tehát egy prey-nek. Nem, hát hogyha... Igen, hogyha lényegében take cover van, akkor tudsz... Mert ugye azt hiszem úgy van megfogalmazva, hogy ugye nem feltett, hogy dobni kell, hogy sikerül-e, nem a siker számít, hanem az, hogy a lehetőség van, tehát olyan környezet. Nem nagyon van olyan környezetet pillanatban. Jó, hát akkor Prey-nek kijelölöm. Jó. És akkor rendtől. Én nyomom a szokásos 3-as kombóat. Szopi. Nope! Szerinted sebezhetetlen.
De kivel harcoltok, nem is látom. Mire odaérsz, meghal mindegyik, tudod, ez a mivel harcoltok? Nem, mert ők ott fönt vannak, nem? Hát, hogy ők itt vannak, ők nem látok semmit. Itt áll a korzaramban. Mozgass meg! Vagy pöttyint, pöttyints egyet, és akkor látom. Ott lent, hátul. Itt. Ott van valami. Oda látok, és ott nem látok. Van egy gomba. Gomba. De ez valamit másik, mert én itt látok egy gombát. Hát már nincs. De én tök más látok akkor, ez nagyon fura. Mert itt meg nem látok semmit. Majd ezután akkor nyomunk egy F5-öt, jó? Addig, amíg ne arra állok. Jó. Hát vagy várj, ráfrissítek érzéset. Mondok, hogy mit csinálják vele? Meg kell főzni. És még él az a szörnyet? Még él, még él. Egy nyilvesszét látsz kiállni a fejéből. Folyik a szép világvére mindenfele, de még él. Jó, most legalább látom. Akkor nincs ilyen kötelességtelen egy Dordóhoz, és így a meglevetes elében nyakon szóra megy innyek tűrtővel. Oké, akkor Roldi Mitch. Ja, ne! A Risky Surgery, mi? Risky Surgery, igen, azért mondom. Meglevetésszerűen ki megműtöm a hátát. Azaz. Éppek megvan. Fú. Ez egy tízes. És akkor 12? 10. De volt valami olyan, hogyha más hílesz, akkor plusz 2? Nem, magamra van. Okay. Az az, ami sose sikerül, tudod. Nekem ennyi volt a három akcióm. Okés. Futri sarki. Átadom. Vannak törmelékek a földön, ilyen kövek, meg ilyenek? Találsz köveket, hogyha szeretnél felvenni egy olyan barlangot. Nem, majd ide szeretnék elfutni. Ide. Át tudok rajtuk futni? Át tudsz rajtuk menni. Tehát van annyi hely a barlangban, hogy mellettük el tudsz meg, ráadásul te small vagy. Igazad van, kettőt még healersz, mert a karakter szinten is megadja, és rossz két néztő. Akkor ide elfutok. Karakter szinten is megadja, az plusz 2, igen. Igen? És dobok egy ilyet, várjál. Egy ilyet. Telekinetic projectile. Hoppita. Ilyen ez is van. És ugye köveket dobálok. Oké, és van menjen. Ó. 13 az éppen miss. Ahogy a köveket így elhajítottad így felé, mind fizikailag, mind a az elméd erejével így elsuhannak mellette, mert pont akkor néz balra egy kicsit, hogy igen, szóltál, és így mögötte így éppen elmenek. Észre se vette. Jó, fi, és aztán visszafutok még annyival, hogy visszafutok mögé, és mondom a többieknek, hogy vannak még többen is. Tudsz ennyit mozogni? Hát ez ennyi. A telekinetic projectile, de az két akció. Mi? A izé? Igen, a telekinetic projectile az kettő akció. De. A neve mellett, az van két akció. Két kocka jel van. Ó, akkor azt két... nem tudom csinálni, mert nem egy mozgással nem jutok el idáig. Akkor, várjál, innen meg tudtam lőni. Nem? Akkor semmi, akkor sztornol az egész, mert nem tudok ilyet csinálni. Akkor nem is misszeltél. Akkor nem is misszeltél, érted? Nem. Csak annyi nem tudok mit csinálni, mert akkor idáig tudok futni. Mert innen jöttem. Ugye tudok még elfutni, de nem akarok az első sorba kerülni, akkor semmi, akkor ott odáig futottam, és ennyi akarom. Jó. Utána nem tudom. Hogyha két ilyen kis pöcök van, akkor az azt jelenti, hogy... Az kettő akció, igen. Jó, oké, szépen megtanulom majd, hogy talán. Jó, semmi gond. Jó, akkor ennyi volt. Na, kedvenc szakácsunk már azt nézi, hogy kéne a gombát felaprítani, hogy finom legyen. Egy első actionként felveszem a... Hol nem. A... Mattersze.
dobok egy Thunder Charge-ot. Az a baj, pont messze van. 25. Igen, és én 20-at tudok menni. Úgyhogy ez két action lesz. És támadok is ezzel egyben. Nem volt kijelölve? Nem volt kijelölve. Az miss, ugye? Hát kritikál miss. Ja nem, csak simán miss, bocsánat. Miss, akkor megpróbáljuk még egyszer. Az is miss. És akkor ennyi van. Jó. Ha nézem, hogy ki mit lát. Most már én látom. Igen, most már Dordon most már látja, hogy egy ilyen furcsa hangot hallasz így kelet, vagy nyugat irányából. És azt mondja, hogy... ő így, ahogy így beszaladtál így téged vesz célba, ha már kapóra jöttél. De viszont csak... ide mozog. Szerintem most már többiek is látják. Így van. És azt mondja Dordonnak, hogy leves lesz belőled. Felszívja magát, és így egy ilyen spóra rohamot megpróbál így, de hát engedjük el ezt a dolgot. Semmi. Megpróbálja még egyszer, hát hogyha egyszer sikerülni fog neki. Nope. Majd jön a kedvenc gomba, akihez oda szaladtál, és egy ilyen nyilvessző gyák így a szeméből, és így néz rád így egy szemmel. Mi van? És azt mondja, hogy megpróbál téged megenni. Figyelj, dobtam egy nat egyet erre, hogyha akarsz, akkor visszaütetsz, mert így szinte így teljesen így elugrik így mellett. Tehát az a 17, az megvan. Hát mondom, ez nem igaz. Oké. Ahogy így nyúlt utánad, így pont lépett egyet így előre, és így bum, egy hatalmasat rásomtál, aztán leves. Leves. Azért vele kenyére kenhetők is. Igen. Masszor. Krém. Gomba krém. Na, Emme. Emügynök. Hát akkor megyek előre. Miután más nem tudok. Mennyi a lépésem? Ide. 25. 30-as. Elfogyok. Ja, elfogy. Igen. Jó, akkor... ez volt egy cselekedet. Látom a másik targetet, mert akkor a prét azt ráteszem. Hát ezt te tudod, hogyha onnan látod, akkor látod. Mert úgy van megcsinálva a térkép, hogyha látod, akkor... A karakterem lát, mármint hogy én mint játékos látom. Látod. Karakteri... tudod, nem teszem még rá a prét, újra töltök és egy crossbow-val támadok. Jó. Ez lesz a 3. Melyikre? Már csak egy maradt. Jó, oké, és mutatom. A 17 az igen. Nincs meg, majd egy targetot kérek. Köszönöm. Jó, bocs, rátettem. Semmi baj. Akkor előre nekem meg volt a 3 cselekedet ebben a körben, úgyhogy... elméltek innen, rájöttek hivatalosan, de nem. Igen. Hát onnan azért éppen már nem. Várjunk ki kemény a... nem? Nem lesz egy kicsit még ideig. 39. Igen, ha Dordon mögébe megyek, ott van fedezék az ellenségnek, vagy nincs? Az ellenségnek ott nincs fedezék, ott nem lesz fedezéke. Hogyha Dordon mögött állsz, nekem se lesz fedezéke, tehát. Feje fölött tartanak puskát. Várjál, ráteszed, tudod, mint az állványra.
Nem mozdulj. Nagyon jó, ezt használjuk. Szerinted ez ehető? Igen. Nice. És ő off-guard? Valakinek igen. Igen, utána. Putri sarki. Fegyveret tud sebezni. Két kör odaérni, akkor azt mondom, hogy Dordonnak off-guard. Jó. És kapott egy ötöst, igaz? Igen. Pufi, belelősz egyet így a mellkasába, szakadnak ki a darabkái, látod. És akkor neked ez volt a három akció, igaz? Igen. Vagy megint leszúrod Dordot? Nem. Ennyi a három akció, és akkor a következő ütése így, tehát egy ütésig ott várnak. Ha mondjuk Fighter elég OP, hogy plusz kettővel üt alapból, és nincs meg adatni kettő érem csökkentést. Ja. Akkor Putri sarki. Jó, én átrohanok ide. És itt dobok egy rejtőzést. Jó. Na, mindjárt dobom. Működik most az új izé, ez a... Elvileg sok minden működik, a UI-t még nem kapcsoltam. Nem működött a UI-n, ez a, amikor... Elvileg működik, meg kell próbálni. Azóta játszottunk egyet, és elvileg működnek a dolgok. A token menü az nincs bent, ami így elámult az kín oldalra. Igen, azt majd most akarom. Dobtam egyet. Nem. Ki mennyi a... Nope, így végignézett, hogy szaladsz, így látott valamit elszaladni, így egy kicsit követett. Nem vagy neki elrejtve. Hát ez nem jön. Most már jön. Jön Dordon, kap egy off-guardot. Egy oldítok vagy. Egyetokat lehet robbanni fog. Megint akkor erek lesz. Mi ez? Sudden charge. Most már ki van. Az jó. Az nagyon jó. Ez csak sima hit? Igen. Négy. Még egyet. Az is jó. Várjál már, hát közben applikálom neki a divigyet, hogy Igen. És akkor egy jó volt a karab. És akkor még kapott egy 12-t? Aha. Figyelj, ütöttél egyet balról, látod, hogy egy kicsit dől el, akkor így alulról, mint a kriketben, püf! És így ketté csapod a gombát, és így... Biztosan élet? Jó, kaptatok egy kis XP-t érte. Közben szét lehet nézni. Nagyjából elmondom, hogy mi az, amit láttok, csak... Interaktív token tooltip. Az be is kapcsolom, bocsánat, egy újratöltést megkérek mindenkitől szerintem. Csak én nem engedi, hogy se. Már nekem kizlódik a dolog, na megint. Töltsünk újra? Nem még, pillanat. Majd most. Na, közben szétnéztek, megnézitek a lesiket, igazából nem találtok náluk semmit. Azt látjátok, hogy itt van egy ilyen kis barlang, ahova Dordon már úgymond bement szétnézni.
így első körbe, és te látod, mintha elkezdték volna magukat ide befészkelni. Ezek a kis lesik. Kis lesi puskások. Azon kívül semmi érdekeset nem találtok igazából a területen. De fia, akkor én lemegyek ide délfele egy kicsit. Megnézem, hogy van-e itt bármi. Okay. De aztán nyugtázom, hogy itt ez egy üres kerem. Azért, mert elfelejtettem, hogy barlangba vagytok, és sötét van. Tehát ja, akinek van... Jó. Igen, te látsz, Janis... neked lát, mi van? Látom. Neked látsz, nagyjából mindenki lát, és elgondolkoztok, hogy szegény Donovan ott van a sötétben egyedül. Nem, ja, nem, égnek a lát. Igen. Így van. Szétnéztek különböző... Különböző folyosókat láttok, balra... Lány, nektek is vak sötét van? Igen. Nincs az nekünk nem. Én jól látok. Semmi van. Ilyen fekete fejjel van. Igen, de hát attól még az jó. Most jó? Én sem. Várj. Jó volt állítva a tokenemnek, de nincs, hogy nem fogadt el. Várjál csak. Neked van éjjellátásod? Nem. Ilyen low vision. De, vagyok. Pedig elvileg be van kapcsolva, de low light, és mivel vak sötét van, ezért lehet nem látsz. A fákját, vagy valami hasonló. Ezt elfelejtettem, bocsánat. Van kell, hogy legyen, ugye az, azokat a világító köveket is össze... Ja. Raktuk. Leather Building Dutch Torch. Így van. Hogy tudom beaktiválni. Kézbe veszed. Held one hand. Megvan. Slönvilág. Slönvilágosság. Várj, és akkor nektek is... Aha. Tehát, hogyha beteszem a lámpát, akkor ti is látjátok. Mint a normál valóság. Így van, csak mivel ők, nekik van teljes dark visionjük, ezért ők a full sötétbe, fekete-fehérbe látják. És ezért nem volt eddig feltűnő. Jó van. Menjünk. Ahogy így nézi... Én megyek szívesen előre, persze. Simán tudsz menni. Ja, hát ilyen szépen ilyen sarkoknál mindig megállok egy kicsit, és utána kilesek. Hát, hogy itt nem látok tovább. Így van, azért nem látsz tovább, mert ott a, úgymond a térképünknek a vége, onnan egy kisebb emelkedő van felfele, és gondolod, hogy valószínűleg az felvisz az előző szintre. Tehát ahogy így mész így körbe, ezen a körkörös részen már ott is egy érezhető emelkedő van. És valószínűleg itt innestől tovább meg felvinne a következő szintre. Jó, de hát mivel ezt a részt bejártuk, ezért indulság szerint így nincs dolgunk. Így van. Én valóta T-rex-es szoba, az megnézhetem. Van fent. Hát menjünk föl, igen, én mondom, hogy menjünk. Volt valami csontvázas tucia. T-rexes? Nem nagyon. Amiben ilyen csontváz volt, meg fegyverek, meg ilyen, az T-rexes szoba. De várjál, ezen a szinten még tudtok lentén menni, azt mondtam, hogy még van egy lépcső lefele. Azt nem láttam, de az hol van, az merre van? Az a lámpáknál, Donovan ott ül vele szemben. Na, ott tényleg, akkor menjünk vissza a lámpákhoz. A nem azért, csak mondom, hogy még tudtok lent, tehát még... Nem, tényleg, igazad, ha mondtad. De akkor fia, akkor vissza a lámpákhoz. Semmi, tehát... Itt a rövidebb úton, jó volt lett. Jó, szia Donovan! Ő még már látod, hogy már olyan zöld lassan, mint Butri sark, és így gondolkodik, hogy szerintem, ha megeszem a pisztolygolyót, akkor az ujjamból is tudok lőni. Jó, hogy halúzik is, jó? Igen, egy kicsit így most halúzik is. Így látod, hogy egy picit így most halúzik. Jó, itt megpróbálok lopakodva lemenni akkor ezen a lépcsőn.
dobok egy lopakodás cserébe, jó? Jó! Itt, ahol állok. Itt. Itt. Így, és így elindulok lefele. Kitettem ide. Ilyen kockát. Itt a lépcső. Oké, és elindulsz lefele. Mondom, hogy várjatok. Megnézem, hogy mi van lenni. Alright. Azt mondja, hogy... Szép lassan megyek, nem rohanok sehova. Jaj, hopp. Így. Csak én nem látok most semmit. Te látsz, nem? Nem, mert magam körül fekete, és csak egy tüzet látok ott valahol előre. Én semmit nem látok. Így nem látok. Többieknek azért, mert ők semmit nem látnak, bocsánat. Nem tudom, hogy lehet az, hogy neked külön megosztok képet. Képet a többieknek meg nem, de a többiek vissza tudnak menni a másik. Én mondom nekik, hogy gyertek nyugodtan. De én nem látok semmit. Visszamegyek és mondom, hogy gyertek nyugodtan, itt van fény. Akkor megyünk le. Hogy tudom oda vinni a tokent, hogy ez olyan, amit most tett a szelbe? Igen. Oké. Donovan azt mondja, hogy ő inkább most maradna a fénynél még egy kicsit. Vagy cipelitek magatokkal? Nem, jó, hogy fényt kap. Ja, lesik kell. Jó, akkor többiek is jönnek lefele. Éve. Most már elvileg mindenki lát, igaz? Igen. Ahogy így nézitek, sokkal tisztább és frissebb a levegő, olyan, mintha ilyen friss víz, mint a vízesésnek az a tiszta, magas páratartalmú levegője egy picit így érezhetőbb lenne itt, és ahogy látjátok, kanyarodik az út elfele. És még mindig érezhetően lejt a dolog. Ja, hát én mondom, hogy megyek előre tovább. Nem para. Ahogy így mész előre fele tovább, ahogy így látod, kanyarodik az út, és ott már egy lépcsősor vezet lefele. Jó, hát így hátrasúgom, van még egy lépcső. Szerintem ott van a víz. Vagy vízesés. Ja, hát akkor szerintem lemegyek így ugyanúgy lopakodva, ahogy eddig mentem. Nem tudom, mennyire lopakodtam egyébként, de... Én azt gondolom, hogy igen. Elég jól csinálod. Itt el, elég jól csinálod. Én is úgy érzem. És ahogy itt így lelépsz, így egy picit így kinyílik a tér, tehát olyan, mintha a lépcső már a nyitott térbe menne lefele, és látsz ilyen kékes derengést is. Nem tudom, azt látom. Az a víz. De kékes derengést? Nem tudod, hogy az víz, de olyan, mintha friss, magas páratartalmú. Hát az illata, olyan kék színű, a víz az kék. De így van, annak tudod beazonosítani. Hát akkor az ki, akkor az víz. Többiek jöttök utána? Aha. Igen. Igen. Valakinek vigyázni is kellene. És vajon mi lesz Donovannal? Maximum Dobinnel válik. Megjük neki hashből következő... Goblinnak lenni jó dolog egyébként. Ilyen meg a karaktered egy goblinra. Maximum Goblinnál válik. Hát ez nagyon jó. Ennyi. Ez nagyon tetszett. Ti is azt látjátok, hogy a lépcső megy lefele. Egy idő után így jobb oldalra így kinyílik egy kicsit a tér. És itt a fal szakaszon így át tudtok látni egy részen, és láttok ilyen kékes, derengéses szakaszt. És érzitek ezt a friss, párás levegőt.
Also, so. Hol? Ja. Én nem vagyunk áttéve, vagy legalábbis én nem vagyok. Föntet tudsz kattintani -3-ra. Ó. Hát itt kék víz van. Ez jó. Hát... Jó, én lopakodok tovább, így benézek erre. Oké, és többiek mennek-e veled, vagy megvárják, míg te ottan rambózol? Én annyit csinálnék, hogy bejönnék nagyjából ideig, és elnézek másik irányba, van-e ott valami? Látok-e ott valamit? Nem? Nope. Akkor csak, hogy jó legyen, én ideig kijövök, és befele nézek a puskával, és szépen rálátok, mindenki irányozok. Jó, okés. Többiek, M? Megyek bele hozzá, én is megnézem, hogy lehet az. Kivel? Úgyis átkindulsz neki? Igen, azt mondta, hogy akkor Rambo, és te még ráadásul világítást is neki, és akkor nézd, arra megyünk! Tehát... Ó! Jó, oké. Okay. Nem baj! Tök jó lesz, imádom! Tudod, megy az árnyék, és így azt mondta, hogy annyira árnyék vagyok, hogy látom a saját árnyékomat, tudod? Én meg akkor mennék Denis elé. Jó, hát ha megint nyakon szúr, okés. Jó, hát csak mondom, hogy olyan jó volt. Ahogy így ott vagytok, azt veszitek észre, hogy Putri Sarki annyira kommandózik, hogy idáig így be tud jönni, úgyhogy még ti se látjátok, hogy került oda, csak hogy már ott van. És így a fák mögül így nézeget kifele. Azt veszed észre, hogy a furcsa derengése van ennek a víznek, amit itt látsz tőled keletre. Látsz egy fákját, az egy picit ilyen kiemelkedett sziget szerűségen van. Az egész víz ilyen furcsán dereng, olyan, mintha maga a víz adná a fényt. Hát, hogyha maga a víz adná a fényt, és hogy a környező növények is ilyen, hogy mondjam, átveszik ezt a derengést egy-egy ponton, és azokba is, mintha az ereken látnád azt, hogy ott a lüktet ez a víz. Tehát elgondolkodó, hogyha megiszod, akkor vajon a te ereidbe is esetleg látod, hogy ilyen kékesen lüktet, de elhesegeted a gondolatot, mert lehet, hogy mérgező. De valami hasonló. Hogy a növényeknek is az érhálózata is úgy látszik, és úgy pulzál. És ahogy így közelebb mész, így megpillantasz egy-egy furcsa alakot. Mindjárt mondom, bent a vízbe, elsőnek egy ilyen alakot pillantasz meg. Valami hasonló, mint hogyha valami hasonlót láttál volna, miközben... valakit kísértél. Igen. Majd, hogy ő benne van a vízbe, és azt veszed észre, hogy így a semmiből így kinő egy másik lesi. Biztos, hogy benne, mert itt mások nincsenek, szerinted. Ja. És ez már egy kicsit olyan combosabbnak néz ki, még talán egy jó, túlméretezett goblinnak is elmenne. Lord Glass biztos örülne egy ilyen embernek a csapatba. És lényegében... Olyan fogai vannak, mint nekem. És lényegében ott van a vízbe ez az illető, ez a másik meg így kijött. Így ide a szabad, vagy nem is a szabadra, bocsánat, hanem így a partszakaszra. És így ezt látjátok. Nagyjából, Janice, ti is messziről látjátok azt, hogy valaki, mint hogyha kimászott volna a vízből, tudod, de... Annyit, ha lehet, akkor ide mozognék. Nyugodtan, menjél. Lehet, hogy ott meglapulok a bokorba egyelőre. Én rálátok, hogy minden egész túlra bármi kéne tud lőni. Ott már nem vagy cover, nem vagy, hogy hívják coverbe. Ja, oké. Okay. Oké, és akkor...
Mindenki dob nekem egy stealth-et, te dobom én. Nekem újra kell dobnom, vagy a régit használom? Mindenki. Olyan jó lett. Hát ez sajnos ilyen. Dobok egy jobbat. Ugyanis te elég közel mentél ahhoz, hogy a víznek a fénye így az árnyékodat egy picit így kivesse, így ebbe az irányba. Illetve a háttérbe, Janice, ahogy így keresi így a tüzelő pozíciót, így rákönnyököl egy ágra, ami így megrecsen. És ezekre a hangokra, a többiek olyanok, mint hogyha nem is lennének, ezekre a hangokra azért így felkapja a fejét a másik les is, és így kijön a vízből, és így mereng abba az irányba, meg nézi a te árnyékodot, hogy olyan furcsa goblin alakja van az árnyéknak, nem az a fa, amit úgy megszokott ott a fák között, így, ahogy így idevetődik az idevetődik így az árnyékod, és ilyen nyelven tudom, megszólal a komonul, hogy ne rejtőzz, búj elő! És így néz így a fákra. A többieket azt így nem veszi észre így elsőre. Jó, én így kijövök és mondom, hogy nem akarok én semmi rosszat. Csak segítségre van a szükségem. És miféle segítség kellene? Egyik társamat megmérgezték az ork vevőid azzal a szerrel, amit a fából nyertek, és kéne az ellenszer megvásároljon. Ó, így nyíltan, oké, és... Ork vevőim... Két arra a két mi használra gondolsz? Igen, azóta követlek téged, hogy... tudja feled beszélni, csak túl gyorsan elmozogtál, ezért nem tudtalak beszólítani. Ugye kételem voltam ide leérni. De kérlek, hogy engem is követnek, tehát jó lenne gyorsan le zongorázni ezt az üzletet. Janice, közben dohányzik-e? Épp nem. Oh! De gondolod, elővelt egy szállat. Tudod, ez a krónikus rá kéne már gyújtanom itt a barlangba, kategória. Jó, még most nem kell. Csak megkérdeztem, hogy dohányzol-e. Figyelj, hogy dobnom kell ez majd. De és akkor így mondja, hogy értem, de ahogy látom, nem egyedül jöttél, és így mutat így a fény irányába. Hát egyedül botorság lett volna ide lemerészkednem. Az biztos. És milyen baja van a ti barátotoknak, hogyha már ilyen nagy és veszélyes utat megtettetek érte? Hát zöldül. Majdnem olyan színe van már, mint nekem. Az élet színe zöld. Akkor nincsen probléma. Tudod, igen, csak nem akarjuk, hogy szeretnénk megtartani eredeti formájába. Meg eredeti színébe. Jó. A színe az nem fontos, de a formája marad. És tudjuk, hogy van két fa, aminek ugye a nedve okoz ilyen hatásokat, mert az egyik az gyógyít, a másik pedig ilyen betegséget, nem betegség, nem ezt mondom, ilyen tünetekkel jár, és szeretnénk a másik fából vásárolni, hogy legyen elkészebb. Oké, és egy pillanatot kérek. Ahogy így meghallja, hogy a másik fa így odaruhan, a másik lesi az így lemaradva. Hogy hívják, főnök? Tehát ez a... Nem kéne annyira szaladni, ő egy kis késésben van, hogy mi is történik. Így odarohan így elét, és így meg akarna így fogni, hogy mit tudsz a másik fáról? Tehát ez a teljes extázisba jött, mint hogyha, hogy mondjam, valami olyan dolgot mondtál volna neki, hogy megnyerte volna a lottót. Tehát ez a, és így megpróbál így megfogni, nem támadó jelleggel, hanem csak ez a, hol van a lázadók tábora? És akkor mondom neki, hogy jó, nyugi. Janice most csinálja ezt, hogy rájuk a cigit.
két fa egymás mellett. Azt tudom csak, hogy a két fa egymás mellett nő. Tehát ahol az egyik nő, ott a közelében ott lesz a másik is. Hamarosan. Ha elülteted az egyiket, mindegy, hogy melyiket, akkor a másik mellé fogja. És mit tudsz róla? Hol van a testvérem? Hol van? És így, így elkezd rázni, mint Gandalf, hogy Henry, hát miért dobtad vele? Mit tudsz róla? Hol van? Végre valaki, aki jelentkezett, a látod, hogy teljes extázisban. És akkor így megszokolja. A tüzet, meglátja a parázslót. Egy lépés hátra. Nem kell félned, nem bán. És így rád néz, akkor te vagy a főnök. Mint a másik durran. Itt így bólintok egyet, hogyha rám te vagy a főnök, hát nem hiába. Hát mi zöldek legalább tartunk össze. Hát azért van olyan zöld, akivel nem jó összetartani, de igen. Szóval egy másik olyat keresel, mint amilyen te vagy, te voltál, ez egy ilyen fa. Na nézzük csak, azt mondja, hogy hol van már? Ja, hogy akkor ő bemutatkozik neki, nektek, hogy ő a csecsénfa szelleme. Tehát, hogy ő úgymond az egyik ilyen testvérnek a szelleme vagy, de legalábbis így tudjátok azonosítani, és azt mondja, hogy a testvérét keresi, akinek a úgymond szellemét, ez most ilyen furcsa dolog nektek, hogy szelleme, hát ott van előttetek, egy élő, lélegző, beszélő gaz, és hogy elrabolták, és hogy őt keresi. És most így nagyon megvan így illetődve, hogy ennyien előjöttetek. Hát figyelj, ha jól értem, akkor ő a mérgező fa, ugye? De... Így van. Ő a mérgező fa. Hát akkor ugyanaz a célunk, mert mi is a testvéredet keressük, csak nem tudtuk, hogy milyen formába kell megtalálni. És végig gondolom, hogy hol láttam Lesiket mostanában. Láttam ugye a hídnál. Hídnál voltak Lesik. Nem, a goblinok voltak. Goblinok voltak. Hol voltak akkor Lesik? Valahol találkoztunk. A ellenállóknál találkoztunk, a kaktusszal és a haverokkal. Kaktusszal, így van. Így tehát van, akkor mondom így. Neki, hogy van egy ilyen kaktuszbrigád, vagy nem tudom, milyen nevűt elfelejtettem. Clearwater Clearers. Igen. De van egy ilyen társaság, ahol nagyon sok tetéle merültött össze. És lehet, hogy odaállt a testvére. Azt feltűnik neked, hogy a Lesik általában small creature-ök. Na most ez nagyobb, ez legalább egy ilyen ember, vagy ilyen törp magasság, szélesség. Tehát, hogy ő egy medium creature-nek megfelel. Tehát most, ahogy így mondanád, így, hű, azért te nagyobbra nőttél, mint a többig. Aztán na, sokat locsoltak. Ahogy így mondod, a kaktusz mondja, hogy igen, a Drew, nagyon jó barátom volt, ő is meg akarta menteni a várost a pusztulástól. Igen, mi is hallottunk róla. De állítólag valaki agyonverte, nem tudom, hogy mi. Azt a mocskos feltalálókat kergette, hogy megtisztítsa tőlük a város, meg a levegőjét, meg az egész környezetet. Az elsőnek a... Ugyan? Szerintem a marsalok voltak egyébként, de legalábbis én úgy hallottam. Mi is arra gyanakszunk. Azért kezdtem el árulni én is a vegyületet, hogy valaki esetleg felkapja a fejét és eljut ide, vagy elvezet a testvéremhez, de akkor ti se tudtok semmit. Hát nem tudunk, ennél többet nem tudunk, de tudunk neked segíteni. Nem az a célunk. Tehát ha elmondod, hogy te mit tudsz, akkor természetesen mi is megosztottuk veled, hogy mi mit tudunk ezzel kapcsolatban, de szívesen meg is találjuk, hiszen nekünk is kell a testvérből az anyag, ami megmenti a barátunkat. Hát...
mivel a teljes... Nekem egy kis pillanat. Jó, jó. Mivel a teljes mérgezést én csak előállítani tudom, és megszüntetni nem, tehát gyógyírt én nem tudok kínálni, ezért a barátotok, ha nem találjátok meg, akkor záros határidőn belül meghal. Igen, ezt gondoltuk. Viszont tudunk a szenvedésein enyhíteni. Ezt most ki hogyan érti, ez most érdekel. Igen, 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 én is így várom a folytatást. Igen, enyhíteni. Többféleképpen is. Ne, lehet úgy, ahogy ti gondoljátok, úgy nektek is menne, de mivel én ismerem a legjobban ezt a mérget, ezért annyit tudok esetleg rajta segíteni, hogy hogy egy bizonyos ideig csak halmozódik esetleg a szervezetébe, tehát hogy nem okoz komolyabb károkat az életébe, de viszont záros határidőn belül meg kell találni. Hát azt, hogy, azt akarjuk, hogyha azt akarjátok. Én tudok segíteni annyit, hogy egy kicsit enyhítek a tünetein, de meg kell találni. Nektek is ugyanaz az a célotok, mint nekünk. Akkor igen. Ez részben hozzá egyébként, de hogy itt a tiszta forrás ennek az anyag alapanyagnak nem próbáltad meg keverni valami elemérget belőle? Hát megpróbálhatsz. Hogy ellenmérget? Hát én még nem próbáltam, én nem is értek hozzá, mondjuk. Te alkimista képességekkel rendelkezel? Egy oké is alkimistám van, szerintem az így. Nem, medicine method van, tehát... Medicine-en van, viszont medicine-nel meg lehet, hogy... és medicine crafting, tehát ez ilyen... érdekes dolog. Lehet, hogy meg lehetne próbálni, elég magas lesz a célszámod, de meg lehet próbálni. Ő azt mondja, hogy hát, hogyha kell, ő tud neked segíteni benne, de ő csak annyi, hogy a vegytiszta anyagot adja, amit még az orkok se kaptak meg, és abból is csak egy nagyon kicsit ad. Let's do it! Oké, és oda megy, és azt veszed észre, hogy elővesz egy kést, és lényegében is felvágja így a karját. És mutatja, hogy akkor valamibe. Van valamit? Le. Kipattintom az egy három arancs elégszírt, és kijöntöm a földre. Jó, ekkora ötlet, igen, oké. Rendítsek. Akkor abban ő belefolyatja neked, azt hiszed észre, hogy ugyanolyan kékes színű derengése van, mint itt a víznek. Milyen jó, hogy nem mentünk be. Még. De pontosan szemezzel, hogy egy jó hasast azért ugranék, tudod így. Dordom meg, vajon mekkorát csobbadnék, tudod, ez a milyen mély lehet? Ez feltűnik, egy ilyen halványabb derengése van, viszont azt látod, hogy olyan, mint a ragasztó, hogy ilyen borzasztó sűrési lassan, nagyon-nagyon-nagyon lassan. Folyik egy jó pár perces művelet, addig a testőr úgymond az odaáll, hogy nehogy bármi, és így egy kicsit így két kézre fogja a láncsát, hogy bármi olyan van, akkor itt vagyok, és így szemez Dordona, hogy itt vagyok. Elhiszett a kapás a kezében. De ez a Mexikán stand-up. Jó, ad neked
egy kis cuccot, majd azt veszed észre, hogy így a sebei teljesen elzáródik, de egy hatalmas seb maradt a kezén. Elgondolkozol, hogy Lesi vagy igazából valami humanoid-szerű lény. Nem tudsz rájönni, tehát nem láttál még hasonlót se. Na. Mint dobják? Hát, olyan jó kérdés, ezt most így biztos, hogy hondolul vagyunk. Figyelj, egy medicineből és craftingból is jó vagy. Dobhatsz mind a kettőt, mind a kettőre megadom. Amelyiket választod. Viszont a medicine az mivel expert, ezért kisebb lesz a célszám. Mert jobban értesz hozzá. Most ebbe így ennyit tudok mondani. Látod? Nem, blindbe dobtam. Oké. Két hidópontom van, hogy el tudok lőni rá. Lehet, hogy kell. Az elsőnél így kevergeted, és így nézed, lehet a ragasztóval, a fából valami lövedéket is tudnék vele csinálni, de ebből gyógyszert így hozzáöntesz egy kis ezt, ez bukkan egyet, nem jó, nem jó. Kiborítod a kis anyagot, még van anyagot kettő dobásra. Tehát adott annyi anyagot, hogy még kétszer próbálkozhatsz vele. Inkább ezt dobdomnak hírópontba. Jó. Nem veszegetjük a matériát. Na, kérlek szépen. Felrobbant és meghalunk. Nem. Gondolkodol, hogy de hogy mi kellene még esetleg hozzá, mert nézed, így úgy nem csapódik ki, egy kicsit már kezd olyan ihatóbb állaga lenni. Talán, hogyha egy kis elixírt még adsz hozzá, és akkor elgondolkodol, hogy mi az, ami még esetleg kellene, hogy for the science, Donovanért mindent, és így azt mondod, hogy így a tört így ide teszed, és így megvágod a kezedet, hogy véredet adod érte, és abból is egy párat így belecsepegtetsz, majd megszólal neked a szellem, az entitás, hogy esetleg egy kis vizet még adjál hozzá a tóból, és úgy próbáld meg. Még odamész a tóhoz, egy kis víz, kis pipettával, vagy valami hasonlóval vizet adsz még az edénybe, ledugaszolod, összerázod, látod, hogy ilyen borzasztó, zavaros, fehér, aranycsillámos, kékcsillámos folyadék van belőle. Hát így néz így az entitás is, és így... Hát figyelj, Max meghal. Tehát így ennyit tud mondani, de azt mondja, hogy ettől jobb eredményt még soha nem láttam. Hát ez egy jó tűnt volt, de ettől függetlenül keressük meg a... Donovan. Csekénnek a párját, mert utána van egy nyújt, igen. Én még kérdeznék ezt két dolgot tőle, ha lehet. Ugye azt mondtad, hogy te vagy a fának a szelleme. Tudod, igen. Hogy hol van a maga a fa? Mert hogyha meg lenne a fa, akkor valószínűleg mellette lenne a megfelelő ellenfa. Hát ez nem ilyen egyszerű. A mi fánk, tehát a fizikai fánk, amiből származunk, az messze van innen. Bent a dzsungel mélyébe, ő csak így mondja, bent a dzsungel mélyébe. És úgy mond, onnan vágták ki a testvéremet, és úgy hozták ide. Igen. Nem tudom pontosan. Tehát és érdekes, és azóta nem nő mellettem. Tehát így furcsán mondja. És te így, hogy csak egy szellem vagy, így mi történik veled, hogyha lehet-e bajod, meghalhatsz-e, hogyha meghalsz újra, tehát egy másik szellem, hogyha igen, az is te vagy-e, vagy ez most hogyan tudod? De elvileg én meghaltam már régen, az én szellemem az, magában az összes fában van,
most így furcsán fogja neked mondani, egy ilyen kollektív tudatszerű dolgot képzelj el, hogy minden fa tud a másikról, és bármelyik fából úgymond újra születhetek. Nem tudom, hogy ezt így érted-e. Szerintem így Dordonnak egy kicsit ködös, de így elfogadja. És akkor... Tehát ha... És már... Ha ajod lenne, gyakorlatilag csak újra teremtődnél, ugye? Tehát nem lenne így. Nem érdekelne különösen meg gondolom. Igen, Dordon elég jól látja a helyzetet. Igen, tehát akkor rájössz arra, hogy valószínűleg ez úgy van, hogy különböző... Mondod neki, hogy akkor valószínűleg ez úgy lehet igaz, hogy különböző fák, különböző magokat, mint a gyümölcsök így elszórják, és akkor mint a termésként így simbólogat, hogy valami hasonló, igen, á, megy ez nekem. Olyan, mint a kertészet, gyerekek. De gyakorlatilag, ha egy kicsit még több mérget elkérnék, akkor én abból szívesen tudnék valami tök jó dolgokat főzni. És neked meg semmi bajod nem lenne, jól értem? Hát azért... Nem adok sok mérget. Tehát főleg nem ilyen koncentrációban. Ezt is azért adtam, mert a zöld barátotok az őszintén, nyíltan jött felém. Nem pedig kivont törrel. Vehetnék-e? Igen. Egy annyi, hogy beszélgetek, én egy picit megkóstolom a terüszt. Van-e nem valamilyen hatással? Hányás íze van? Körülbelül te azt mondod, hogy olyan, mint hogyha... Atya úristen! Ha ez Donovan megissza, akkor biztos. Felborzasztó, gyomorkavaró íze van, és legszerűsebben öklendeznél. Tehát azt is, ami nincs a testedben, azt is kiöklendeznéd. Azt a jó mindenit! Fú, gyerekek, ezzel vallatni lehetne. Ez biztos működni fog, ez borzasztó íze van. Minden gyógyszernek borzasztó íze van. Még nincsen vállásköptető, meg nem tudom, ez nem az akkor. Ez nem az akkor, igen. Nem, viszont mikor mondod azt, hogy vennél tőle, azt mondta, hogy nem, senkinek nem adok el. Ez nem a ti pénzetekről szól, ez az elvekről szól, hogy elrabolták a testvéremet, és én őt keresem. És a két ork is csak azért kap egy hígított változatot, hogy ha bárki esetleg felkapja rá a fejét, akkor azt könnyen meg tudjuk találni. Tudod, az orkok nem túl okosak, de cserébe erősek, és sokat pofáznak, de ezt így mondja. Sokat jár a szájuk. Orvog, aki halkan, hogy talán ne hallja meg, de így a Janice meg a Sam, akik így másik elem, hogy megfordulok előttem, mert így a morgongok, hogy ilyen fa, aztán eljövök. Megjelzni nekem, még a két adom mérgen van. Fők még belőle valamit, és akkor meg tudhatjuk. Nop. Meg tudnánk trükközni valakit. Csináltam is itemet. Sőt. Én kezdek el félni mindjárt. Figyelj, ja franc, gyomorkutolót csináltam bele, úgyhogy... Ha egy nagy kajálás után hányni akarsz, csak szólj, szóval fordulj hozzám és megoldj. Ennyi, kész. Kérdezi, hogy menjetek, akkor mentsétek meg a barátotokat, ha nem javul, akkor hozzátok vissza. Én innen két hét múlva továbbállok. Megyek tovább a nyomokon. Ha bármit találtok, akkor még tudjuk, annyi... hogy hol találunk. Így van, utána viszont ha kell, akkor majd megkereslek titeket én, hogyha valamit esetleg szeretnétek közölni. Oké. Okay. Oké, és akkor visszasiettek lényegébe ezzel a cuclisággal. Donovanhoz. Igen, és majd mondom azt, hogy fogjuk csinálni.
Épp lesz, hogyha meghal, úgyhogy is sincs elhezpény. Erre is gondoltam egyébként, de... Nem vagyunk olyanok. Nem vagyunk olyanok. Hoppá. Bocsánat. Kéne önkéntes jelentkező, aki nem a partiban van. Akik... Elmond. Én megkóstoltam milyen, azt mondták, hogy hányas időn, és én nem vettől a bajom, csak hányi akartam. Pont azért kóstoltam meg, hogy háta van-e olyan hatás, hogy belealok, és akkor maximum éjjöltök úgy görögtel. Lehet volna, ha állsz bele. Jó, akkor mindannyian visszasiettek lényegében Donovanhoz, azt veszitek észre, hogy ő még ott ül, és így nézi, hogy... Nem tudom lelőni magamat az ujjammal. És így... De ott az árnyékban csúnyán néztem valakire. Kicsit így már be van halózva, és így már most sárgul, zöldül, már minden. Elég hülyén, elég szarul néz ki. Az ötlet az, hogy nehogy bármi történjen, lefettetik a földre. Dordon lefogja. És mondjuk úgy is, aki ugye megfoghatná a fejét, kinyitni a száját, ne tűbe csukni, pedig ledugom a torkán a pozit, és leöntem. De lehet, hogy megint nem akar. És hogyha ha elfogy, és tudja hányni, akkor megfogja a száját. Ki nem merje hányni. Rendben, oké, okay, és megcsinálj. Igen? Jó, ettől, hogy gyorsan lenyeled, akkor túl vagy rajta. Gyógyszer, hogy ott jön. Ami be van halózva, kinek ki mondani majd ez micsoda? Flaming Whiskey. Eszedbe jut, Janice, hogy a Flaming Whiskey. Az milyen jó volt múltkor, azt mondta, hogy hú, ezt szerettem, ez ízlet. Az is egy megoldás, hogy akkor megyek hozzá, hogy a vállát teszem a kezemet, és oda nyújtom neki, hogy hoztunk neked Flaming Whiskey, de nagyon szeretted. Igyeld meg. Ú, tényleg, Phoebe-nél vagyunk, egy üveggel is adott. Az anyja, jó, figyelj! Az egészet, 100 aranya jössz nekem, mutka fogadtunk. Remélem, Donovan is hallja. Jó, figyelj, nem ellenkezik. Azt mondja, hát persze, itt vagyunk a fogadóba. És így ránézem, hogy hoppá, gond van. Houston. Az emlék nem tudja megnézni a főzetedet, mert ő ért az ilyen tervét. Hát nem, már itatjuk, nem? Tehát teljesen. Merészeti előtte gondoljátok, nem rögtön hozzá. Minden. Maradék mérget esetleg megnézi, megnézheti a főzetet. Értelem. Te is megnézed, így picit megnyalod, ugyanazt a hányásos reflexet váltja ki, ahogy legyeled így, és egy fortit dobjál nekem. Janice köptetői. Dobom én. Figyelj. Nem, pont és így vissza tudod tartani éppen, hogy ne. Várj, jó, akkor te kidobtad. Ki. Hogy éppen, hogy ne, és így... Ez borzasztó! Tehát ez borzasztó, ezzel vallatni lehetne. Hát ez kiöntöd, kimennek a növények a világból, tudod. A pont az egyik kiütik a növényt a Janice-ból. Donovanból. Jó, figyelj, Donovan-i nézi, Flaming Whiskey, egészség. Lehúzza az egészet. Majd így ül, és ne nézzük. És megszólal neked, hogy Janice, ez nem Flaming Whiskey volt. Ez valami spéci ital volt, amit Phoebe készített. És így látod, hogy így elkezd büfögni. Olyan savat csinált, hogy rosszul vagyok. Nem haverok vagy, és ahogy ezt így kimondja, egy oldalra fordul, és mindent, ami csak létezik a gyomrába, az érrendszerébe. Neked feltűnik az, hogy a maga az, amit kiadott úgymond a testéből, az annak egy része pont olyan ragadós, nyúlós, mint amilyen a tiszta méreg is volt. Tiszta méreg is az üvegbe. Picit így hasonló. A hátát, ahogy éppen... És egy jó pár percig ezt így tolja, ezt még egy fél óráig még így gyöklendezni fog legalább. Hogy elindultok-e vele visszafele, vagy megvárjátok? Tudtok pihenni? Mit hagyom? Várjuk, pihenjünk. Add ki magadból. Jó, nyitani tud valaki?
hogy ezt az időt addig arra fel lehetne használni. Addig második esély hát. Persze, nyugodtan lehet hílelni, van vizetek is, igen, kulacsba. Oda megy, oda támoljuk az egyik lesi halotthoz. Már jó, ránézés, így... és akkor... Ne csinálj, mert megijeszted. Addig neki vizet hadd idő. És akkor megint. Oh, megköszöni, azt mondja, te jó ég, még mindig itt vagyunk a barlangban, látod, hogy tisztult, azt mondod, na végre, meghúzza a vizet, majd ugyanúgy adja kifele. Tehát Emmi nézi, szerintem bármit most így bevesz a szervezet, az kiadja. Tehát... Másik irányból kell beletolni. Ott majd maximum, de én nem. Rendi vas. Na, kit híleltél? Jó, egymástán három. Emmet, Dordont és magamat. Kikerült. Egészséged. A másik kettő viszont igen, ami azt jelenti, hogy... És 15-t azt jelenti, jön be? Nem kell, nem 12-t. Hílelőt, plusz 2-t, 14-et hílelőt. Dordon meg 15-t. Persze, ha magamat hílelném, akkor 2-t dobtam volna. Mennyi a... 14-et hílelődsz. Max HP leszel. 14. Egyébként nálam is vannak. Én nem tudlak hílelni. Nem, mert a Tilt Wundra vagyok immunis, ami kollektív. Igen. Na, ahogy így gyógyítgatod, így azt látod, hogy Donovan mindent is kiad magából. Látod, hogy egy-egy piszolygolyót is kihány. Vajon mi történhetett, még nem voltatok itt? Az ott a jó kis fél óra alatt körülbelül. Szegényből vajon nem sok maradt volna, hogyha még egy dinamitot is lenyel mellé, ami van a zsebében, vagy bármi hasonló. Vagy az Everburn torcsot, ú, te jó ég, talán így nem tudod eldönteni, hogy mi lenne. Vagy kitisztul annyira a feje, hogy annyit mond, hogy menjünk vissza Phoebehez. De csak így ennyit tud így mondani. Lemondóan. Így menjünk vissza Phoebehez. Tehát ez a... teljes káó, viszont már nem zöld, tehát visszatért egy kicsit az élet színe a bőrébe. Tehát egy kicsit olyan pirosas, kipirtyanva, mint aki így egy megerőltető munkát végzett. Mit gondolsz, bírod még egy darabig körülnézni egy T-Rex-es szobában? T-Rex-es szobában. T-Rex-es szobában. Nagyon jó. Nagyon adom. You're welcome. Így. Azt mondja, hogy persze, menjünk. Én csak annyi, most... hogy odadobnék Donovannak két aranypénzt, amit be is kéne kiírni az inventoriába. Beírom én. Ez a kettő a szemedre került volna. Oké, és? Eddel későbbre, most nem lesz szükség. Jó. Beírtam két aranyat. Mielőtt még megkérdezi? Menjünk a T-Access szobába. Hol ment? Kezdte másik utat. Melyik másikat? Volt valahol felfele vezető út. Amit Putri Sarki talált. Utána nézzétek azt, hogy ha indult a T-Rex-es szobába, akkor csinálj meg ezt. És az volt, tehát fönt volt, abból a szobában a három út nyílik, kettőt megnéztünk, egy van még. Megvan ez. Tehát akkor az emelkedőn a rézsin mentek felfele. Igen. Jó. A más út itt nem vezet egyébként? A kötélen, amin lejöttetek. De már nem tudok a mozogni. Igen, mert lepauzáltam. Csak azért, hogy egyszerre tudok egyet másolni. Jó. Igen, hogy akkor vagy a kötélen felfele itt a gyökerek között mentek, vagy pedig itt a rézsün az emelkedővel. Hát igen, a rézsű fele mondom, mert ott van az út az egyszerűbb fele. Igen. Így van. Nem kell levenni a páncélot. És akkor ahogy így mentek,
Na, kiből van még kettő? Senki. Rendítsek. Jó, ahogy így mentek felfele, azt látjátok, hogy kicsit olyan pirosos derengés kezdi betölteni a folyosót így befele. Kicsit ilyen hosszabb, kacskaringózósabb, visszafordul magába, és ugyanúgy felmegy. Nagyjából annyit mentek így felfele az emelkedő, mint amennyit ereszkedtetek lefele a kötéren keresztül. És egy ilyen pirosas derengés tölti be a teret. Egyelőre. Így, ezt a... Dordor. Nem megyek másodiknak. Hol kell most nézni? A nulladik... Nulladik elvileg oda dobtalak titeket. Igen. Én nem látom. Ja, ott, ja, ja, ott van, meg. Itt halkan. Itt halkan. Várjál, megvan? Van még egy plusz? Megvan, csak lenkel nézni. Igen. Azért mondom, hogy ott vagytok. Na, ahogy így Dordon befordulsz, azt látod, hogy ilyen, ez a pirosos derengés valószínűleg valami kövekből, vagy valami falon lévő dolgokból így világít, a sarkon is látod, és látsz ott egy goblin űrgét. Egy goblin űrgét. Akarsz elő menni, beszélni vele? Leütjük. Én beszélek vele szívesen. Elvégre a... Én fajomba tartozik. Akkor így előre sietek. És szépen akkor be is toppálok, és rögtön üdvözlöm is, hogy... Hello, Földi! Komondú vagy goblin úr? Goblin úr, egyértelmű. Rád néz? Há? Hát te? Ki vagy? Bejártuk a barlangot. Nézd. Egy history dobhatsz nekem, hogy ismered-e esetleg, vagy... És hogyha látásból, mert azért goblin vagy, nagy, sok goblint ismerhetsz te is. Igen, dobok egy history-t akkor. Underworld az nem jobb? De az is jobb. Az még jobb. Akkor dobott egyet ő is. Si. Ha! Dobtam én is. Nézed, ez olyan, mint a... Az egyik eltűnt ilyen méregkel, vagy olyan hasonlít, két file van, de nem szatyor. És akkor így rád néz. Ha! Mit keresel? Még nem haltam meg! Menj innen! Ne rabolj ki! Még élek! Ja, ja, nem akarlak kirabolni, ne aggódj! Mennyi, né? Mert hogy jöttél ide? Miért arról jöttél? Hogy jöttél ide? Hát... éppen keressük az ellenmérget. Ellenmérget? Na. Van itt mindenféle méreg és annak az ellenmérget. És van nálatok méreg? Hát most nincsen. De van lent egy egész tónyi ellenmű, tónyi méreg, a méregre van szükséged. Ha itt lemész, ügyesen... És megöltetek oda lent mindenkit? Hát nagyjából. Nem minden. És a T-rexet is megöltétek? Nem. Ezt most csak itt van, ezt most csak így poénból mondtam. Csak a csontvázát láttuk. De akkor nem a temetőn keresztül jöttetek? Nem. Van másik lehárat is. De ott meg állnak. De már nem. Gyere, kikísérünk. Ha velem akarsz jönni, akkor gyere velem, kikísérlek. Menjünk, és így átkarol nagy boldog, menjünk. Hát rögtön le is veszem a kezemet magára. Hát haverok vagyunk, mutasom, haverok vagyunk. Hát. Csak ne próbálj meg lopni, mert tudod, hogy jártam, amikor is a
mindegy, klubba. Az nem én voltam, az nem én, nem én voltam. Azért mondom. Nem én voltam, nem én voltam. Gyere csak barátom. Hogy megyek te leszel a bőrkabátom. Nem akarok veled menni, nem akarok Jackie lenni. De igen, csak azt de jó jött ki. Nem a másik balra akartok menni? Nem. Azt mondja, hogy jó, jó, menjünk csak arra. Menjünk. Jó, ja, többen is vagytok, szevasz! Hello, hello. Ja, azt mondja, a puccsa, aki már elrönt annyira. Hagyom menjünk elő, én csak figyelem a goblint. A puska a vállamon van egész végig. Jó, figyelj, én átkapcsolok lopakodó üzemmódra, és akkor belopakodok ide a zésterembe. Nincs egy kis apró, nagy darab! És így, nézd rád, Dordon. Neked nincs, sajnálom. Még nincs, nem vagyok elég jó benne. Lopakodsz bent, épp úgy, Sarki. Igen, igen, így nyomok egy lopakodás. Jó van, nem kell, kidobtam. Ahogy így belépsz, így észreveszed, hogy különböző ilyen érdekes vonalak, kikötések, illetve ilyen furcsa dolgok vannak, de ez biztos csapda. Tehát ez a tuti csapda. Így hátra kérdezek, ezeket te állítottad, ezeket a csapdákat? Nem. Akkor hatást alulítsuk őket. A lesi volt. Tudod? Ja, mindig csak lesi. Egy thievery check-et. De... Én azért így megpözkölném a tarkóját a bajonet végével. Kidartam a puskát a goblin felé. Ez nincs meg. Van hero pontod, csak szólok. Akkor felhasználom a hero pontomat. Várjál így, hogy aztán így használom. És akkor úgy. Ja. Na ez igen, na ez megvan. Mit csináltál? Na. Deaktiváltad a csapdát, szépen ki tudtad kötni ott, ahol volt. Elsőnek majdnem rosszul húztad meg, hogy ez nem a piros vezeték, de utána a már... Cirkuleliáltam, úgy hívják, cirkuleliáltam. És prímán megoldottad. És akkor hátulra a gomb, hogy jó, megy még mindig, ügyes vagy. Menjetek csak. Majd megyek... Erről menni véletlenül? Persze, hogy nem. Olyan hülyének nézve, hogy megegyenek, mi? Adjál már békén. Kicsit erősebben megnyomom a bajonetet a nyakánál, hogy szerintem menj előre. Na, egy nagy darab. Egy globinul mondom neki. Megegyenek? Kik egyenek? Nézed már! Mi az, hogy mik vannak itt? Hát, nem látod? Ott van a Laci. Ott van a Karcsi. Mindegyik egy-egy izé. Csontváz. És ezek ilyen élő csontvázak? Visszajönnek? Nem tudom, én csak egyszer mertem erre menni. Nézd meg, nincs meg a karom, és így húzza be. Nem kell aggódni, megoldjuk. Jó, figyelj, akkor itt szépen kicsikét tovább lopakszom. Én nem megyek arra. De. Közben megvárom, hogy Donovan is szépen lassan így arra szolgat utánatok. Menjetek, leülök egy kicsit, és így fú, látod, hogy szédül, hogy minden bajom van, de még él. Donovan, ne hányja többen, mert belehalsz. De irritálás, tudom, sivatagban is mondják. Hol vannak a csontvázak, amiket ő említett? Itt van a dino csontváz, ugye? Hát itt is van egy, ott is van egy. Azt mondja, milyen dino? Nem látod? De ez egy farkas! Akkor a feje van bele, félsz? Nem megyek arra. Jó, de ezek csak csontvázak, ezek már hallottak. Nem megyek arra. Szerinted miért nem mentem erre? Nem tudom, de ha akartak volna, elkérnek a gagyi kis csapdádon. Mondom, hogy nem az én csapdám volt. Jó, én azt találtam ki, hogy erre fele megyek, tehát nem megyek a térre, hanem így ebbe fele, ebbe az irányba, így a szélen végig. Oké. Okay. Én besítek idáig. Ó, viszonylag ügyesen tudod csinálni idáig. Odáig elhúztatok.
odáig elhúzhatod, viszonylag ügyesen tudod csinálni. Nagyon ügyesen mész. És azt látod, hogy így elkezdenek így mocorogni így a csontok. Látod ezt goblin skeletont, ezt így már jobban meg tudod nézni. Farkas csontvázat, embercsontvázat. Ilyen, elég... Jó, szerintem én az a sprinter ezt a távot már lenyomom. Én nem akarok ezekkel harcolni ilyen döglött állapottal. Meg tudok így kifutni. Simán, figyelj, simán el tudsz úgy lopakodva így szaladni így a fal mellett, hogy semmi nem történik, és így mondja a goblin, na nézed a goblin, te jó csinálja, nekem nem megy így, bármikor belépek ide, inkább nem. Mert én intek a többieknek, hogy át lehet itt jönni, látjátok, tehát így intek, gyertek gyorsan, amíg nem kellnek fel. Követem én is, akkor minden gyorsabban. Én már megyek leghátor is, fedelni. Mindenkitől kérek egy stealth check-et akkor. Én már megvan. Oké. Donovannak dobok én. Nem private, mi? Private GM-et dobtam, és Blind GM-et dobtam. Bocsánat, visszaadom. Semmi baj. Én nem tudom, most csak a kardlapomon dobni. Nem baj, teljesen jó. Emma az úgy be... Úgy, olyan vagy, mint a macska. Idáig úgy eljössz, mint a macska, még a többiek a hangját se hallják, hogy mi történik. Donovan az köhögve szarul van. Janice meg ahogy így kilép, elaludt a cigim. És így azt hiszed észre, hogy így két csontváz, így mint hogyha így elkezdené így összerakni magát. És így... Halló? Megszól a kobold. Na! Van kobold a goblin. Na! Erről beszéltem. Ejj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 
csak így megjelennek, és így elindulnak feléd. Azt hiszem, hogy ha azt mondjuk, hogy halló, akkor elejtem a cigit, és gyújtok egy másikat, mert ez meglepett. Valamiért úgy értem, hogy ezek nincsenek benne a botulban, így az hátra alapján. Szerinted tök jó. Amúgy igen. A gyerek odaira is egyébként? Nem, te láttam. Nem mondom, ez tök jó jön ki. Puszi Sarki az már átélt, és így egy az egybe Janice-nak irányulnak neki. Érte még, azért antidohányok ezek. Na, hogy így itt cck, a fenéje nem cck, jó, hoppá. Tud. Jó az, amikor a tegyed dob az ember. Na, kidobjuk, köszönnek is. És akkor M kezdődik. Mi az M oldás? Kijelölöm az egyiket, amit targetolom, ezt most csak hangosan kommentálom. Nyugodtan, azt bármikor. Jövök bele. Vajon mi egy komment álom? Bocsánat. Szeretnék levonni két HP-t mental damage miatt. Sanity check-et kérek szépen mindenkit. Sanity check? Nem. Csak így is kerek. A háttérben hagy Donovan, hogy...
Na. Meg... És akkor mi is. De... mi? Oké, és Needle Darts, Cold Iron, oké, és... megvan, csak nem tudom, hogy melyikre. Ja, látom, bocsánat, nem szóltam semmit. Jó, Damage. Kapta a Damage-öt. Belátta a Needle Dart, kiütött egy-egy bordát. Nem 9-et kap. Hát... Jó, hogy immunisra. Oké. Kiütött egy-egy bordát, egy-egy fogat, azt látod, hogy... És ez a hello, ez így átmegy, ilyen... Jó, a másik az egy crossbow lesz. Ez vicces, mert rá van írva a csont, ezért látok már jobb napokat is. Jó, ez de jó volt, igen. Azt mondja, a másik viszont tökéletesen. Igen, tökéletesen hatodban. Így van. Crossbow-val rálősz? Igen. Négyet. Rálősz és így lepattan így a koponyája. Pang! Ssss! Dor. Hát jó, akkor tolnék meg én Southern Charge-ot. Ezt szerettem hallani. Kijelöljük. Furcsa, hogy ki volt jelölve, de nem tudom, hogy a challenge-t kell jelölni a hát 11 HP. De a Destroyed! Oda mentél, és ez a... láttál már ilyen sportokat, és így a fejét így... Puf, levitted, és így, összeesett. Ahogy így összeesik, azt veszed észre, hogy több csont elkezd megmozdulni így a távolból, és... és mindegyik így materializálódik. Látsz ilyen farkas-szerű lényt, illetve egy nagyon érdekes lényt, láttál, aki kicsit olyan, mint egy goblin csontváz. És akkor így megszólal mögötted, hogy jaj, jaj, lász is lelket, jaj, jaj, jaj! És hallod, hogy így nem tudja, hogy szaladjon-e. Jön az egyik farkas csontváz, legalábbis aminek annak nézed. Azt mondja, hogy írjunk egyet. Pont jó lesz. Ide szalad, és megpróbál téged megtámolyogni. Hopp! Ez megvan. És... És miért nem teszi rá? Egészség. Na, köldés. És lényegében prón leszel, mert ahogy így rádugrik, így elkezd így camcangolni. És elkezd így kaparni, meg így különböző csontok így a bőrödet, vértedet és sebződsz hatot. Majd jön a másik. Ő ide szalad M-hez, mivel te lőttél egy ijjal, és azt mondja, hogy így a szép karmaival megpróbál téged megcsapkodni. Azt talál.
és így elkezdi tégedi karmolászni, és 4 sebzést szenvedtél el. Majd jön a másik, aki tud menni... Ennyit. Akinek az a teljes mozgása, hogy ide jön. Putvis. Akkor rávágok egyet. Jó. Do it. Az lehet prokkét is, de? Nehezebb, de lehet. Kapsz rá mínusz... Így van, kapsz rá mínusz 2-t. Ha láttam. Jó, akkor csak rólad csinálom. Oké. Úgy gondolom, pont lehajolt, érted egyet, csak... Most úgy tudod, hogy egy ilyen fighter lenne. Ha! Hallod, azt mondja, hogy azt mondtuk, hogy nehezebb. Hagyjál már békén. Figyelj, úgy dobtál, mint mi. Nem expertként, hanem csak trainként. Csak trainként, így van. És ahogy így látod, hogy így fut oda, így pont így telibe találod a koponyáját, és ahogy így összetöröd, így a csontvázis így... Dordon smash. Ennyi. Jó, csontleves lesz. Azt a jó mindenit. Na, putri sarki, akkor. Elmondhatjuk a csont és bőr, csak bőr nélkül. Én ide mozgok. Azt hiszem, hogy mozgok. Szuper. És akkor innen megeresztek egy telekinetikus. Ezért a csontok úgy is ott vannak lent a földön. És akkor őt kijelölöm. Jaja. És megereztem azt, amit múltkor akartam. És akkor bludgeoning, piercing... Bludgeoning-el írom. Jó. Hadd menjen. Bazd meg! Erre fülnek a kis izék. Így... Messze, messze. A saját csontjai nem hatnak rájuk. Vagy hero pont. Figyelj, én felhasználok egy hero pontot, azt mondtam, hogy nem tudok egyszer ezzel a magatlattal mit elérni. Pedig nagyon jó ötletek amúgy, tehát tényleg azt tudom mondani. Na, na kérlek. Ez már eltalálta. Az már roll damage. Az már hit. Mennyi? Így a saját csontjait így felveszed, és így hozzávágod a másikhoz, és amikor így odaér a repülő csonthalom, így 2 repülő csonthalom megy tovább, tudod. Na, hát akkor ez jó volt, ez szép volt. Szép volt. Elégedett vagyok magammal, meg örülök, hogy az embert megmentettem. De hogy így... Várjál csak, ez melyikre ment? Ez ez csinál. Volt, ez ami az M-nél állt. Jaj, bocsánat, én kérek elnézést. Mert addig nem tudok elnézni. Várjál. Oké, és akkor ezt egy picit én most, mert én a másikat gondoltam. Még egy pár darab csont van belőle. Jó, tehát még, még... elvitte az időt. Így van, így van, így van. Tehát látod azt, hogy hát ezt már lassan a szél is elfújja, nem hogy még egyszer a varázslatod. Jó, hát akkor majd többiek elintézik. És akkor Janis, közben te befejezted a cigaretta rágyújtását, hát nem, köz, igen. Akkor a Hobgoblin csontváz az sérült. Így van. Fenty Skeleton Warrior. Az is sérült. Rassz lőtte meg Emma a projectile-a, azt nem tudod most kijelölni valamiért, mert tudod ilyenkor... Igen, nem tudom kijelölni valamiért, nem mindegy. De mondja nyugodtan, aztán... Jó, próbáljuk meg, hogy nem meglevem. Tizenhat nem talál, gondolom. Tölt, és meglövöm még egyszer. Tizenöt, fuck. Akkor ennyi. 16 nem találja el? Nem. Az a baj, basszus, hogyha használom a skillemet, akkor piercing damage-re kapok, ami nem sebzi meg őket, egy olyan keresztül dobok. Vagy nem dobsz elég nagy piercing damage-et.
Nem, mert hogy a fegyverem az piercing bludgeoning, ha eltalálom, akkor bludgeoning érvényes, mert a gyengébbek. És a piercing 1d8. Na, ő úgy van vele, hogy Dordon, hát mi haverok vagyunk, hát... Látja, hogy ez így nem túl jó. És megpróbál megkarmolászt, megvakarja a hátadat. Hát ezzel biztos nem. Igen, nagyon szexel, csak mondom. Igen. De mivel a ütött egyet, tudod, és fordult, ezért látszik, és megpróbálja megvakarni a hátát. Hát megpróbálja megvakarni még egyszer, de most a hasát próbálja meg. Igen, igen. Dordon még a földön is jól tud izé helyezkedni, hogy ide csapok, oda csapok. Technikai kérdés, hogy most akkor tök mindegy, hogy fel kell, ugye, mert már alapos ott kell. Igen. M. M ügynő. Bajonett. De megpróbálom. Változtatom a targetet. Csak hogy hol számolja a rendszer. Szóval bajonettel megpróbálom leúcsni. Ne! Várj, miss. M, mint miss. Már mint... Miss M, tudod? Ez tök jó ez a miss M. Még van két akciód. Jó, a másik kettő az electric arc lesz. Elektrik árok? Mind a kettő ebbe. Ez a szép DC-t, ezt ki kell dobnom, vagy ez az én ő? Dobom. Én dobom. Még a másik? A másik csontváz? Ja, ugyanez. Ugyanezt az egy targetet ki tudom jelölni, nem? De lehet a másik csontváz is, ami Dordon... Ez szerintem csak egyszerre, csak egyet üt meg az elektrikák. Tehát kétszer ugyanarra nem mehet rá. Tehát csak az, hogy multiple... hogy hívják? Multiple target, nem? Egy or két creature így van. Tehát akkor vagy egyet, vagy kettőt, okés. Egyet, vagy kettőt. Attól függ, mennyire tűnik sérültnek az, ami itt előttem van. Hát szarul néz ki. De hát ez egy csontváz. Hát figyelj, csak ez a kettő van ott meg, tudom belül, úgyhogy... Jó, mind a kettő menjen bele. Oké. Okay. Milyen mind a kettő? Mind a kettő. Hát azt mondta, most mondtad, hogy... Skeleton is. Ja! Mind a kettő belefér. Igen, csak én, jó, csak én úgy értettem, hogy mind a kettőt a egybe akarja. Igen, úgy értettem. De az electric arc-kal egyet lősz, tehát vagy egyet támadsz, vagy kettő fele osztod. És a sebzés az nem osztódik, csak két célpontod lesz. Tehát attól, hogy, egyet... Az? Nem. Jó, nem. Hát akkor kettőt cseddél, akkor nem éri meg nem kettőt támadni. Nem éri meg egyáltalán, nem. Így van, mind a kettőnek success. Úgy felét kapják. Ez így felét kapja. Így. Így. Emlékezzünk Tamás barátunkra. Igaz, Hector? Igen. Tamás, remélem, hogy megnézed a videót. Látod, hogy rázza őket a csörögnek a csontok, az elektromosság cikáz csontról csontra, de nem sebződnek. Jó. Egy következőnek. Dordon. Ennyi volt, nem köre? Az exterminátor. Lőtt, vagy egyet megpróbált a bajonettel sebezni, meg egy electric arc. Az három akció. Ja, oké. Okay. Oké, és akkor Vicious Swing-gel megtámadnám ezt a... Oké, és mínusz kettő. Mínusz kettő. Hát az nope. Hát...
felállni veszélyes lenne szerintem. Megpróbáljuk megint. Tehát ez nem... Ugyanannyit dobtál. Ja, csak 10-es penalti közben. Ja, akkor egy volt a köröm. Na, jön a farkasberkes. Hát ő látja a prédát benned. Nem hagyja annyiba. Elkezd téged marcangolni. Egyszer. Janice, te ráütöttél a falkasra? Nem, a skeleton próbáltam megnyerni kétszer, és most ugyanúgy. Skeleton próbáltad, jó. Megpróbál még kétszer meg mardosni. Ebből egyik se sikerül, utána már jól tudod magadat védeni a kalapácsoddal. A krit miatt, a kritikám is szem miatt esetleg egyet még ráműthetne, mert ugye én is ráműthettem egyet. Hát jó. Na, azt én adtam meg, mert tetszett a dolog. mert tetszett a dolog. Na, jön a kedvenc goblinunk. Azt figyelitek meg, hogy ő így a kezét olyan, mintha egy ilyen hosszú fém tájszerűséget így letörné így a kezét, és egy ilyen kardszerűség lenne, és azt lóbálgatja M irányába, ami sajnos meglepte M-et, és talál. Mi? Hát jó, let's do it. És így akkorát belesebesz, hogy wow. Földre kerül. Wow. Majd szaladt tovább. Hallod, hogy a háttérben a goblin üvölt? Jaj. Most én most teljesen dead? Nem csak dying? Dying. Dying. Ja, oké, mert csak ráviszem. És mert... Hát mert... Stabilizálhatom magam. Majd a te körödbe egy pillanat átrendezzük a... Hogy hívják ott? Kés. Putri sarki jön. Azt látod, hogy a sötétbe te elég jól látod, hogy a goblinszerűség így letörte a karját, ami egy ilyen kardszerűséghez volt hasonló, és így rásózott vele egy hatalmasat emberre, aki így összeesik. Keszel le vagy némítva? Emma az még él. Él. Dyingban van. Tehát most jön az a dying fázistól, amikor neki dobálnia kell, hogy életben marad-e vagy nem. A legrosszabb esetben is 3 körünk van. Így van. De most tudom őt stabilizálni, ha én odafutok, ugye? Van healing kit ez? Szerintem van nálam, nem healing kit, hanem van nálam egy healing potion. Az is működhet. Azzal működik, így van. De healing kit ez kell, hogyha nem, akkor healing potion. De azzal healing az megoldható, igen. Mert akkor ide jövök, bocsánat, csak ide, mert akkor egy akciót elhasználtam erre. Beletöltök egy healing potion, azt hogy csinálom, hogy kijelölöm, akkor beletöltök egy healing potion. Figyelj, van egy olyan, hogy 1d8, azt dobd ki a healing potion, vagy azt mondod, hogy ha use, akkor mit csinál, már nem is emlékszek pontosan. Mert megnyomok egy ilyet, use. Így van, és akkor most, hogyha ezt M látja, akkor tudod azt mondani, hogy use. Figyelj, 6-ot healelődik. Meg ne hajít nekem. Így odaszaladsz, és így beleöntöd az életadót, és így azt veszed észre, hogy
nem, kinyílik egy kicsit a szem, és így... Miha? És ott jó, fekszik és így. Jó, és így ennyi volt a köröm akkor. Ja, nem, még tudom, mit csinálok, tanulmányozom a farkasokat. Mi ez, nem farkas. Csontvázakat, aha. Csontvázakat tanulmányozom. Ő egy ilyen recall... Knowledge. Knowledge-al. Hol van? Sorban találom. Meg meg hol van? Simple weapon. Nem a skilleknél van, nem? Egy, hogy hívják, Rikon, hogy bármelyikkel a Nature, Religion, Arcana... Hát talán Arcana illik el szerintem a legjobban, a Nature az jó messze áll tőlük, Arcanát dobok rájuk. Mit szeretnél róluk megtudni? Vagy ez a hát mastermind, az a harcoz, ez a mastermind lenne? Nem látod, annyi csontból épülnek fel, hogy hirtelen nem találsz rajtuk fogás, hiszen te az élőket jobban ismered. Nem tudod, hogy hol lenne esetleg olyan létfontosságú szerve, ahova tudnál szúrni, és így... És ha ezt elrakom hozzá... Nem az a lényeg, keveset dob, nagyon keveset dobtál. Igen, csak ezzel meg az van, jó, oké, mindegy. Ugye ez ugye elvilegben úgy működik, hogy adsz egy jó választ, meg egy rossz választ. Ja, Davius knowledge-ed van, ja, értem. Igen, csak ezzel az off-guardot nem kapod meg. Jaj, akkor mindegy, akkor. Tehát azért mondom ezzel csak akkor, hogyha relatív jó tudást szeretné például, hogy mi a Frost Giant-nek az ellenszere, tudod. Jó, oké. Sajnos azzal nem. Jó. Janis! Nézzem ki az, aki ki kéne. Skeleton mérges vagyok, nem találtam el kétszer. Úgyhogy én is nem tudom kijelölni. Ilyen baj, majd mondom én. Kijelöl saját magamat akkor. Oh, 19. Szép. Szóval szerintem azzal eltalálod. Ja, hogy ez nem a... De hogy ez nem ahogy hívják volt. Magamat célzom, mert magamhoz tudom rakni Divine Strategy-met, csak a dobás miatt. Persze. Crit rá. Ugyanannyi AC-ja van, mint neked. Te mennyivel dobsz? Sokkal. Na várjál. Várjunk. Az 1D6, az piercing. Azt majd automatikusan vonja szerintem. Jó, de várjál, mert az a skillemből van. A másik kettő viszont a puskámból, ami konkluzív, úgyhogy vagy piercing, vagy bludgeoning, ami kisebb a védelme a célpontnak. Jó. Szétrobban. Dordó feje, ahogy így ott hajolna, hogy adj egy csókot, így pff, szétrobbant. Ennyi, mert hogy tölt, mi a stratégia és lövés. És akkor Dordó. Jó, akkor én is dobnék egy rekordolicsát. A rekordolicsára mehet, ugye? Igen. Prime GM. Így van. És mit szeretnél tudni? Mit szeretnél tudni? Válasszál kettő dolgot is akár, jó? Miket lehet választani? Is a saving throw, weakness. Olyanod nincsen. Tehát, hogy mondjuk off-guard-ben tegyen, vagy valami. Nincsen, neked az skill. Az skill. Itt tudást tudhatsz meg a karakter akáról, de ilyet, hogy melyik legkisebb saving throw-ja, gyenge. Mire immun is. Mire weakness. Mire resistance. Az itt nem tudsz meg. Az csak putri sarkit tud. Azért, mert neki van egy olyan skillje, amivel, hogyha megtud róla egy gyenge pontot, akkor ő kap plusz attackhoz. Hát ezért kapok, igaz, ez off-guard lesz. Off-guard lesz, igen. Szóval akkor azt kérdezzük, hogy mi,
mivel lehet jól megsebezni, mire nem mond, nem így van is. Ne, uff, Mi a leg... Nem tudok magyarul, érted, amire gondolok? Igen, csak ez a mire nem immunis, tehát akkor ez így... Az ellentéte, az, hogy vagy... Mire gyenge, a kalapács... Mire gyenge. Munis! Vi... Ez jó. Figyelj, weakness-e nincsen, de mivel crit-et dobtál, ezért elmondom, hogy resistance... 5 dologra. Ebből már tudjátok, hogy a piercing, a slashing, meg az electricity. Így van. Igen. Jó, akkor ezt ordíthatom, hogy az M is tudja, mert ő dob így mindenféle. Igen. Akármivel. Akkor ezt ordíthattam. Írd fel! És... Mert itt... Egyszer! Nem hallom! El kell a T-rex! És akkor rávágnék a... Kutyám majom! Wish, wish, wish. Így a földön fekve, brékelve. Igen, igen, igen. Hát... Tesó, hát ez... Az előző tudás az annyira ment, hogy... Hogy kell ütni? A földön meg is érdemlem, úgyhogy mindegy. Javán, nem ilyen tököröm. Hát figyelj, ő lát téged, hogy megpróbáltad, és ő ész nélkül téged elkezd így darál, megpróbál bedarálni. És azt mondja, hogy egyszer eltalál. És így elkezdi karmolni, felsérti a páncélodnak egy részét, az arcodat, az alkarodat, ahogy így védekezel. A három támadásából, ahogy így megpróbál téged karmolni, és így a földön tartani, egy betalál. M fel kell. M mint megújulva. Ott vagy a földön, putri sarki, ott, mint a fehér lovag, így belétöltötte a healing potion-t, így felkezd, és így... Egy goblin. Jó, tehát így gondolom, hogy az electric-re arra immunis, az ilyen szurkálados dolgokra félig immunis, nekem így elvéleim vannak. Esetleg megfélemlítésre próbálkoztatok, annak van valami távolsági limitje. Hát figyelj, megfélemlítés az a... Mire gondolsz konkrétan a... Demoralize? Igen. A demoralize-hoz érteni kell, hogy mit beszélsz, hogyha nem érti, akkor -2-t kapsz rá, és... Így van, és intimidation. Ja, nem. Hogyha nem beszélsz azon a nyelven, így van, akkor -4-et kapsz rá. Bedobtam. Közösbe. Figyelj, nem is tudom, hogy 30 lábon belül kéne lennie. Hát figyelj, aki téged földre vitt, az 30 lábon belül van. Akkor megpróbálok rá egy demoralize-t, ilyen Intimidation bűvöltést. Aztán... Tudják, hogy hova tűntek, mert ugye... ott van nekem. Azt látod, hogy Dolden is ugyanúgy hesszel a földön, ahogy te. Így távol tartja így a farkast így magától. Na jó, és hol fogok tudni dobni... Blind-ba vagy GM-be, mert hogyha karlapomon a core skill-eknél próbálom, akkor ott az nem kérdezi meg. A skill-eknél próbálod, akkor megkérdezi, hogyha azon a menün, ami van a tokenen, hogyha ráviszed, tudod. The Immoralize. Ez előbb nem...
Ha nem kérdezi meg, akkor azt mondom shift control. Akkor vagy shift control. Jobbik. Igen, ez mindegy. Most se kérdeztem el. De, megkérdez. Nem kérdezik semmit. Mondom, hogyha nem kérdezik. Dobott? Dobott. De nem kérdeztem el. Hoblog, arra. De most dobok még egyet, valami mást, csak hogy kíváncsi vagyok. Jó. Jó, nem, ezt is. De most a privát lett? Azt hiszem, hogy... Ez privát lett? Csak mert ki van takarva az a része. Én látom a private GM-ről, akkor blind GM-ről. Na jó. Hát lényegében egy ilyen elnyújtott sikításhoz hasonlót próbálsz így magadból kipréselni. Mivel a Hobgoblin így nem is érti, hogy mi van, ezért ő azt hiszi, hogy ez még biztos a halálhörgésed. Jó. Egyébként még egyszer mi volt az, amit megtudtunk, hogy amire gyengék, hogy van gyengeség. Leírtam csatán oda. Várjál. Semmire. Aha. Hát jó. Nem tudom, bár nálam valami, amit esetleg így oda dobhatnék neki, és mondjuk ilyen füst, vagy... Putri sark, tudod így. Egyébként van nálam két healing potion, hogyha legközelebb ismétlődik ez az esemény, akkor legyétek ki a zsebemből. Hát, hogyha HP-t lenne, akkor ő már átkutatott volna. Hát, még ha csak down vagy, akkor is. Még ha down vagy, akkor is. Karaktered, de már kival lootolva. Így van. Tehát még csak dáig egy. Nem baj, kilootoltuk. Jó van. Szerintem nincs rána olyan, amit esetleg így rá tudnék dobni. Belegondolsz, a Needle Darts az működött. Nem sebzett akkorát, mint amekkorát vártál. De eltaláltad, és működött. Jó, akkor legyen az. Most csak adtam egy ötletet. Jó. Hát mással nagyon nem tudok menni. Hát először talán egy atakot. Nem? Ja. A bocsánat. Rossz. Semmi baj. Nope. Földön fekszel, éppen kinyitottad a csipádat, kijutod a kezedet, és így... Így a goblin füle mellett elsüvítenek a fém tüskék. Jön a hobgoblin. Csontfász. Ő látja, hogy Dordon fincsi falat. Rávág egy hatalmasat. Talál ezzel, de nagyon. Dordonnak a kampó lesz ám. Ha hagyom. Így van. Ez jól jött ki, ha hagyom. És így elkezdi téged így a földön így csapkodni és így szurkálni. Majd még megpróbál még kétszer megkapni. Az már nem sikerül neki. Földön fekvőt kell ütni mindig, tudod? Azt tanítják a Hobgoblin iskolába. Na, putri sark, az nem élet... Gondolom, amúgy átrajtuk. Elhallottatok? Igen. Te miért nem futunk el? Hát, mert most már... Most már csak kettő van. Én megint belemarkolok akkor a levegőbe ilyen csontokért. És megsorozom vele ezt a nem túl jó állapotba levőt.
Hoppá, hadd menjen! Jó! Felemeled így a két kezedet, így oda csapod, és repülnek a koponyák, a csontok, az állkapcsok így minden irányból a Hobgoblin fele. Le is szakítják már, így a fél karja van meg. Mindig él, ez egy ilyen túlélő. Ez egy ilyen túlélő, hát tudod, túlélő a Hobgoblin a kemények. Látod, hogy a gyökér, ami így ráfonódott a csontokra, az még összetartja, de ezt a szellő, tavaszi szellő is elviszi. Jó, hát akkor ennyi volt a köröm. Janice. Befejezem, amit be kell fejezni. Oda mész és leszúrod Dornot. Ja nem. Én a Hobgoblinokkal vagyok, tudod? Ők állnak jobban, ennyi. Újra dob, nem? Jó. Ugyanannyi. Tudod, mennyi a matematikai esély? Jó, becézol a farkas és lelőlem azt. És ha most hetet adok, akkor rend a vifata. Megjön! Ja, jó, te köröm. Dorna, te olyan fincsi falat vagy ott, már eléggé le vagy strapálva. Na jó van, megint brutál vagy, mi a neve ennek? Vicious Wind. Csak meg lesz előbb-utóbb. Jó, újra dobom, nem érdekel. Van hero pontod? Van. Van. Bazmo! Megegyítettél a Voskert? 17-tel amúgy meg lenne, ugye? Meg van átkozva a kudosom, tehát egy is talán. Meg! Jó, fel kellek. Fel kellsz? Okés. Csontváz rád som egyet. Sajtettem. Azért nem akartam körebben. Mellé! Nej. Fel tudsz kelni. Ne nekem köszönd. Ne nekem köszönd, tudod, rajta múlna én. Felkelésre kellett volna kezdeni, már nem lenne itt. Ja, mehettél volna felkelésre. Kutya rád támad. Háromszor elugrik melletted, mellé harap. Már nem vagyok ott gárnevettem. Már nem vagyok gárnevettem. Ja, le is vettem. Nem. Megyek... Én elfutottam, csadjékok. Egyébként... És ez egyébként ez egy repzés. Nagyon közel van. Ezt most megnéztem az inventory-mbe, de hát ha mégis tudok molotov cocktailt csinálni. Csinálni? Hát alkohol meg tűzés. Hogy hívják. Várjál, fia vagyok, nekem vannak káncsipjeim is. Jó, igazából jó, semmi. Megpróbálom a Lidl darcot. Le volt most más, nem talán. Tudok, így inkább távolhozva maradnék vele. Kettő. Nope. Jó. Töltöm a crossbow-mat, mert szerintem ezt elhasználtam. És akkor ez lesz a három cselekedet. Jó. Jön Charleston. Itt közelebb vettem el. Megpróbál, ő megpróbál Dordonra ugyanúgy, nem tetszik az arca.
rád som egyet. Csak most már így. Kettőt, hármat nem sikerült. Az első talált. Putri sarki. Nem állunk jól ezzel a döggel. Hát még megint ezt a varázslatot nyomom, mert ez az, amivel varázslatot tudok csinálni. Semmi mással nem tudok olyat. Nice. 17 talán. 17 az megvan? Az megvan. Most már ettől csak megdög. Bazd meg. Ne, jól mondod, ettől csak meg, és ahogy így az a két darab koponya így elrepül, így leviszi az egyik a fejét. És így összeesik. Jó, ennyi volt a köröm, adom tovább. Janis? A bosszú. Ez már csak eltalálja. Mi vagy te, Skandagrau, bosszú? El. De jó! Kettő, bizonyítem... És így átlősz így a... Várjál. A kettő lepattam. Az bludgeoning. Lepattam. A játék nem tudja vált. Bludgeoning, de is ez biztos? 5-5-5. Ó! Akkor hiába lövöm. Jó, nem nyugodt az. Fogyasztja a lőszert legalább, tudod? Dordon. Akkor üssünk megint ezzel a vicious swing-el. Most már megvan a plusz kettő, meg a okay. Kell is. Már is jobb. Ez mi volt? Vicious swing. De... Ez vicious volt? Ez az volt, jó. Te sima damage-re nyomtál? Sima damage-re nyomtál. Egy vicious swing az plusz két adta. Jó, csak ez így még mindig szokatlan, hogy így felkeltél az anyád, és így puff, ennyi, kész, szétütötted. Én megrugom így, utolsó action-nel így, ha már meghalt. Megrugdosod, hogy a fene egye meg, hogy a fene a szajtádat? Jó. Hill előttem? Nem. Nem. A szintlépés? Így van. Szintlépésnek? Hát nekem én nem. De mindenkinek. Még szintlépés. Még Donovannak is, igen. Láttam, hogy fölment az életem, aztán mondom, valami történt. Gyanús volt, mi? Így megerősödve. Vagytok túl ezen a harcon, és tartsunk egy 5 perc életet, légy.